Az új év az nekem mindig egy kihívás, egy új kihívás. A Covid óta eltelt időszak az egy kemény munka volt. Valahogy a munkáim is elhúzódtak, máskorra tevődtek, nem fejeződtek be. Szóval olyan nagy, sokat dolgoztam, de nem úgy, ahogy szerettem volna, és nagyon remélem, és úgy tűnik, hogy valahogy minden, ami a munkát jelenti, kihívást jelent, az úgy tavaszra datálódott. Szóval, hogy úgy én ebben hiszek, hogy akkor ez így lesz. Szoktam fogadalmat tenni például, hogy elkezdek tornászni, de most már elkezdtem egy kicsit előbb. És tehát nem mint fogadalom. Sokat járok társaságba, mert úgy lemaradtam. Járok színházba, most 4-szer voltam egymás után, és ezt folytatni szeretném. Tisztább akarok lenni a színház, hogy hol tartunk. Újra fel akarom venni a barátaimmal, a színész barátaimmal is a kapcsolatot, hogy többet találkozzunk. Szeretnék egy tea délutánokat tartani, mondjuk egy hónapban egyszer, ahol mindenki eljöhetne, tök mindegy, hogy mit gondol, hogy hova tartozik, hogy melyik színházhoz, hanem úgy újra összejönni, barátkozni, beszélgetni, vitatkozni, nem vitatkozni, beszélgetni. Ezt nagyon-nagyon várom az új évtől.